Kell edzés után szénhidrát? Na ez itt a kérdés. A fehérjével kapcsolatban ezt már megbeszéltük, amit ha még nem láttál volna, az infójára kattintva, vagy a leírásban is megtalálhatod. Ebben a videóban viszont most arra fogjuk keresni a választ, hogy vajon van értelme annak, mikor valaki edzés után dönti magába a cukrot. Nincs, köszönöm a figyelmet, hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel, Ácsi! Azért nem ártana egy kicsit ezt bővebben kifejteni, nem gondolod? Na jó, szóval az edzés utáni szénhidrát bevitellel kapcsolatban is végeztek több olyan vizsgálatot, hogy milyen hatással lehet a fehérje szintézisre, vagyis arra a folyamatra, mely során az izmaink épülni képesek. Edzés után idd meg a levédetett szénhidrát formulánkat, vedd meg a tömegnövelőnket, mert vissza kell tölteni a glikogén raktáraidat, meg a szénhidrát szállítja az izmokba az aminósavakat, bla bla bla. Ismerősek ezek a mondatok? Kötve hiszem azt, hogy bármelyikünknek is napirendi pontra kellene tűznie a glikogén raktárak visszatöltését, mivel egy edzés során körülbelül 30-40%-át használja fel a szervezet a raktárainak, és a reszintézis sem egy ilyen pillanatszerű folyamat, akár 24 óráig is eltarthat, szóval amíg fogyasztasz elegendő szénhidrátot, addig ezzel a kérdéssel nem kell törődni. De ahhoz nagyon abszurd edzést kellene végezni, hogy teljesen kiürüljenek a glikogénraktárak, viszont ezt könnyen észrevehetné bárki, mert abban a pillanatban összeesne és mozdulni sem bírna. Szerintem abban megegyezhetünk, hogy ez a veszély ebben a sportban a legtöbbünket nem fenyegeti. A másik hipotézis, miszerint az inzulin segíti az aminósavakat az izmokhoz juttatni, már rendelkezik valóság alappal, ugyanis az inzulin valóban növelheti az izmok aminósav felvevő képességét, csökkentheti az izomlebomlást és fokozhatja a fehérje szintézist. De nem csak a cukrok váltanak ki inzulin reakciót, hanem a fehérjék is. Többen vizsgálták már ezt a témát, és azt találták, hogy a fehérje vagy fehérje plusz szénhidrát turmix fehérje szintézisre gyakorolt hatása között nincs különbség. Egy eset van, mikor profitálhatsz az edzés utáni szénhidrát fogyasztásból, hogyha éjgyomorra edzettél a reggeli órákban, az utolsó étkezésed előző nap este volt valamikor, és edzés utánra nincs se kajád, se fehérje turmixod. Na akkor egy szénhidrát tartalmú kiegészítő vagy ital segíthet meggátolni az izomfehérje lebomlását, ezzel javítva a nettó izomfehérje egyensúlyon. Ez azért fontos, mert akkor tudunk sikeresen izmot építeni, ha az izomfehérje szintézis magasabb, mint az izomfehérje lebomlás, tehát több izom épül, mint amennyit lebont a szervezet. Ennek egy mérő száma ez a nettó izomfehérje egyensúly. Összegezve tehát, ha csak nem ez az egyetlen lehetőséget tápanyaghoz jutni egy éjgyomros edzés után, akkor felesleges szénhidrátot turmix formájában fogyasztani. Egy fehérje turmix éppen elegendő inzulin reakciót fog kiváltani, ha pedig nem éjgyomorra edzettél, hanem már volt a nap során egy vagy több étkezésed, esetleg az edzést megelőző 1-2 órában is, akkor nem kell kapkodnod. Rájössz 1-2 órán belül kajálni, vagy inni egy séket. Bővebb információt pedig erről a témáról még az edzés után fehérje, illetve anabolikus ablak című videóban találhatsz. Ha pedig tetszett ez a rész, akkor dobj nekem egy lájkot, én Orosz János voltam, köszönöm, hogy itt jártál a csatornámon. Iratkozz fel, hogyha szeretnél még hasonló videókat látni, és találkozunk legközelebb is, addig is jók legyetek, sziasztok!